ha valaki valamit meg akar valósítani, soha se azt kérdezze, szokatlan-e, volt-e már, hanem csak azt, jó-e. Miért érdekes egy történésznek Slachta Margit személye? Benne volt ő a fősodorban? Szerintem nem csak történészeknek érdekes az ő személye, hanem mindenki számára egy nagyon izgalmas és nagyon sokat mondó valaki a 21. században is, tehát egyben egy nagyon aktuális valaki. Ugye ő nem feltétlenül volt mondjuk a politikai élet első vonalában, nem volt miniszterelnök vagy miniszter, neki egy nagyon szerteágazó tevékenysége volt, aminek az egyik leágazása, az egyik része volt az, hogy amúgy politikusi pályára is lépett, és ő lett az első magyar női képviselő, ami önmagában már egy hatalmas dolog, és azt hiszem, hogy már önmagában kiérdemli ezáltal azt, hogy beszéljünk róla, de emellett ő meg annyi más dolgot csinált, amik ugyanabból a parancsból jöttek igazából, őt az isteni szeretet, a krisztusi szeretet parancsa vezérelte, és egész életében azért küzdött, hogy segítsen a szegényeknek, segítsen az üldözötteknek, segítsen a rászorulóknak. Tehát az ő életútja minden fordulatával, minden tevékenységével ezt a célt szolgálta, hogy a szeretetet, ami benne nagyon erőteljes volt az embertársai iránt, és azt a belső Isten hitet, ami őt vezérelte, azt kiteljesítse. Amikor a király birtokba veszi a szívedet, minden új értelmet nyer. Nem tudod összehasonlítani korábbi életedet a mostani tapasztalattal. Amikor az Úr új módon lép be, egészen új távlatokat nyit a számodra, új módon láthatod a világot, az embert és mindent magad körül. Leginkább első körben az ő közéleti szerepvállalása volt az, ami a rendszerváltás után szembe jött mindannyiunknak, és akkor még számunkra, fiatalabb testvérek számára nem volt az világos, hogy az ő természet fölöttisége, vagy a lelkisége milyen volt, vagy a személyisége. Ez fokozatosan alakult ki, tehát ő egy nagyon kockázatvállaló ember volt, egy idézett tőle, ha nincsenek, akik kockázatot vállalnak, akkor a nagy ügyek el fognak veszni. Igen. Minden szinten kockázatot vállalt, és ebbe belevitte a testvéreket is. Valamilyen módon volt egy naivitás is benne, ami segítette őt abban, hogy bátran beleálljon ügyekbe, képviselje azokat, és remélje, hogy eredményre vezetnek, és ez valóban ezt nagyon sokszor... A hitereje adta ezt a nagy hitet? A hitereje, igen. Ez alapvetően az, hogy Krisztus győzött. És ha az ő törvényeit, az ő országát akarja képviselni, és őt akarja követni, akkor ha ez az ügy olyan, ami számára is fontos, akkor megvalósul. Volt egy ilyen mondata, vagy van egy ilyen mondata Slachta Margitnak, hogy nem csak azt a rosszat nem akarom, amit Krisztus nem akar, hanem azt a jót sem, amit nem általam akarja. És ez egy óriási szabadságot adott neki. Hogy miközben küzdött, mondanánk ma ezerrel, különböző ügyekért, de nem kedvetlenítette el, ha az az ügy nem valósult meg. Nem úgy volt, hogy gyerekeket szeretne, nagy családot, és minden olyan életet, amit a környezetében lát? Egy futballcsapatnyi gyereket szerettem volna, és hát a lelki vezetőm nekem is, másoknak is mondta, hogy imádkozzunk a leendő házastársunkért, és ezt tettük. De hát az Úristen másképp gondolta. Slachta a társadalom legnagyobb feszítő erejének a szociális problémákat tartotta. Osztotta Farkas Edit véleményét. Nem az unatkozó úri hölgyek jótékonykodásával lehet a szociális kérdésekhez nyúlni, hanem a szervezett szociálpolitika keretei közé kell állítani a szociális gondozást. Nem csak a nyomor és szenvedés enyhítésére kell gondolnunk, hanem a szegénység, nyomor okainak megszüntetésére kell törekednünk. A társadalom egészében jelen kell lenni, ott, ahol a bajok születnek, a megelőző és megszentelő szeretettel. Társadalmi környezettanulmányokat készített, tüntetéseket szervezett, napilapokban cikkezett.
modern, a mai értelemben is korszerű, adott esetben rámenő stílusban küzdött. A női választójog azért volt elkerülhetetlen az első világháború után, mert az első világháború alatt megváltozott az a szerep, amit a nők betöltöttek a társadalomba. A világháborút megelőzően az volt a normális, hogy a lányok asszonyok férjhez mennek, gyereket szülnek, a családdal foglalkoznak, esetleg jótékonysági akciókba vesznek részt. De az első világháború alatt rájuk hárult egy csomó olyan feladat, amit addig a férfiak végeztek, az üzleteket nekik kellett vezetni, a családi gazdaságokat nekik kellett csinálni, az iparban helyt kellett állniuk, a férfiak ugyanis a fronton voltak éveken keresztül. És ezután, hogy a nők mindezeken a helyeken helytálltak, már nem lehetett őket visszarakni ugyanabba a státuszba, mint amiben a háború előtt voltak. Ez az egyik dolog. A szociális kérdés pedig azért volt nagyon aktuális, mert hiszen nagyon sok árva gyerek volt, nagyon sok olyan szociális probléma volt, ami a 4 évig tartó öldöklő háború eredményeként a társadalomban megoldásra várt, és azon kívül a háborút követő békétlenség, az őszi rózsás forradalom, a bolsevik pucs, Trianon, a határainkon átjövő menekültek, magyar menekültek, ezek mind a szociális kérdést az érdeklődésnek a középpontjába állítottak, ezek mind aktuális kérdések voltak. És Slachta Margit volt az első olyan képviselő, aki ezeket a kérdéseket felkarolta, ezekkel foglalkozott, megoldási javaslatokat is tett rá, és azoknak a képviselő társainak a figyelmét ráirányította arra, hogy a nővédelem, a családvédelem, a gyerekvédelem szintén olyan fontos kérdések, amivel a társadalomnak foglalkoznia kell. Most az, hogy ő rávilágított ezekre a kérdésekre, az egy dolog, de vajon figyeltek-e rá? Nagyon sok olyan intézkedés történt, amelyet ő kezdeményezett, de a legfontosabb eredmény az az volt, hogy ezeket a kérdéseket egyáltalán fölvetette, hogy ezekkel elkezdtek foglalkozni. De mondok egy másikat, annyira vigyázott és figyelt a gyerekekre, hogy például az ő javaslata volt az, hogy az iskolákban legyen iskolaorvos, aki ott megvizsgálja a gyerekeket, aki megnézi, hogy van-e valamire szükségük, amilyen orvosi ellátást esetleg a családban nem kap meg. Tehát ez a fajta modern szociálpolitika, amit ő képviselt, ez nem csak Magyarországon volt modern. Slachta Margit képviselői ciklusát 3 szakaszra tudjuk bontani. Az első az 1920-22-es időszak, majd 1945-től volt 47-ig, és 47-től 49-ig, de itt nem töltötte ki a mandátumát, tehát csak 48-ig. Ő nagyon felkészült képviselő volt. Rendkívüli műveltségére utal, hogy római jogi forrásokig nyúlt vissza, számos szépirodalmi műből idézett, statisztikai adatokkal készült. Ez mind a 3 ciklusban említhető. Mind a 3 ciklus alatt a keresztény értékek mellett állt ki, a Szent Istváni értékeket képviselte, a Szent Koronatanát, ugye a köztársaság ellen volt. Szerintem, ami miatt nagyon tanulságos az ő életútját megnézni és megvizsgálni, az a fajta következetesség, kompromisszummentesség. Nem egy jó mondat egyébként egy politikus szempontjából. Hát azt gondolom, hogy azért az nagyon fontos, hogy valakinek legyenek olyan erkölcsi iránytűi, amik egész életében vezérlik, és ő nagyon makacsú ragaszkodott ezekhez az alapelvekhez, és ezért kritizálták is, nagyon sok ilyenfajta vád fogalmazódott meg vele kapcsolatban, amit ön is említ, hogy hát ennél azért egy kicsit rugalmasabbnak kellene lenni politikusként, de ő nem azért lett politikus, és itt van egy idézet is tőle, ami szerintem nagyon jól leírja az ő politikai hitvallását is. Ő nem azért lett politikus, hogy ő minél magasabbra jusson, hanem azért, hogy
ezáltal is, ezzel az eszközzel is, ő ezt egy eszköznek tekintette, tudja segíteni a rászorulókat, tudja képviselni a női jogokat például, vagy a nővédelemnek az ügyét, és azt mondta, hogy én nem vagyok politikus, összpolitikai tudásom a 10 parancsolat, de tudom, hogy ebben áll az élet boldogulásának titka. Őt politikusként is a 10 parancsolat vezérelte, és tényleg nem ismert megalkuvást, és ez a fajta kompromisszummentesség, és ez a fajta belső erkölcsi iránytű vezérelte akkor is, amikor segítette az üldözött zsidókat, akkor is, amikor tiltakozott a kommunista diktatúra kiépítése ellen, tehát ő nála ezek mind abból fakadtak, hogy azt gondolta, hogy minden ember egyenlő, minden emberen segíteni kell, amikor olyan helyzetbe jut, és azt hiszem, hogy nagyon ritka, amikor valaki ellen tud állni különböző hullámoknak, különböző éppen divatos eszmeáramlatoknak, hanem egész életében ugyanazt tudja képviselni, és ugyanahhoz hű. És hogy fogadták őt a parlamentben? Mit vártak tőle, és rácáfolt-e? Vagy éppen megfelelte az elvárásoknak? Mind a nemzetgyűlésben, mind a sajtóban azt a visszhangot látjuk, hogy egy női képviselőjelöltre már szüksége volt a törvényhozásnak. Ezt kimondottan a Budapesti Hírlapban is olvashatjuk, ugyanis Slakta Margitnak az első beszéde után számos sajtótermékben jelent meg tudósítás, amelyek kifejezetten említik, hogy a törvényhozásban már szükség volt egy női képviselőjelöltre. Az első felszólalása egyébként 1920. április 23-án hangzott el a Nemzetgyűlés 33. ülésén. A karzat megtelt hölgyközönséggel, és nagy érdeklődés fogadta Slakta Margit első parlamenti debütjét. Parlamenti szűzbeszédét 1920. április 23-án tartotta. A Népszava másnapi tudósítása szerint a szocialista nőktől tanult igazságokkal tarkított beszédét a férfi képviselők derülten, tréfálkozva, fölényeskedve fogadták. Tévedtek, akik azt hitték, zavarba ejthetik, és szavát is alig lehet hallani majd a nemzetgyűlésben. Képviselőtársai csak hamar észrevették, hogy Slakta nővéren nem lehet gúnyosan vagy fölényesen mosolyogni. Beszédeiből, indítványaiból, állásfoglalásaiból egy művelt, mélyen szociálisan érző nő alakja rajzolódott ki. Felszólalása után a tudósítás szerint nagy taps fogadta a képviselőnő felszólalását, illetve a következő képviselő is, aki Nagy János volt, megemlítette, hogy milyen szerencsés helyzetben van, ugyanis ő lehet az első, aki felszólal egy nő képviselő után. Megvallom, nem volt még magyar parlamentben képviselő oly nehéz helyzetben, mint amiben én vagyok, mert még senki sem részesült abban a szerencsében, hogy egy nő képviselő után közvetlenül beszélhessen. Miről szólt az első parlamenti beszéde? Slakta Margit első parlamenti beszédjében a Horthy korszak kezdő időszakának számos szociális és közerkölcsi kérdésére hívta fel a figyelmet. Hangsúlyozta a keresztény Magyarország újjáteremtését, illetve a nők társadalomban betöltött szerepét, de kitért az iskola reform kérdéskörére is. Mivel foglalkozik a Szociális Testvérek Társasága? Tehát mi a, van-e valamilyen, tehát a szociálisból gondolom, hogy kell, hogy legyen valami szociális munkája ahhoz, hogy valamilyen elhivatása legyen. A szociális tágabb értelemben értette mindig Slakta Margit, tehát nem azt gondolta, amit ma a szociális törvény ernyője alá szoktunk sorolni, hanem a társadalom egészére kihatóan lenni jelen, és dolgozni a gyermek, nő és család ideiglenes és örök javáért. Ezt Slakta Margitnek egyébként a jelszava volt már, amikor képviselő is lett. Húzban. Így van. És hát fontos dolog még az, hogy nem lehetnek intézményeink, hanem a társadalom számára, meg az egyház számára adunk hivatásos és képzett munkásokat. És mindazokon a területeken, amiket a modern élet elénk állít. Természetesen a Caritasban is dolgoznak testvérek, ma is az egyik kim van a pályaudvaron, fogadja a menekülteket, de ez a piramis alsó szintje. Uh-huh. És a leghatékonyabb munkának
tehát a megelőzés leghatékonyabb eszközének, mindig is a közéleti munkát tekintette Slakta Margit is, és a társaság is, hogy a törvényhozásban tömegeket felölelően lehetőség szerint, és úgy hosszabb távra kialakítani olyan viszonyokat, olyan struktúrát, ami nem engedi, hogy bajok, szenvedések, könnyek legyenek, amiket aztán a Karitásznak le kell törölni. Slakta Margit, ugye ő 2 éven keresztül volt először képviselő, igen. 20 és 22 között, aztán volt egy másik parlamenti ciklusa a második világháborút, igen, követően, de például, hogy mit ért el, hát a Szociális Testvérek Társasága, amit ő 1923-ban hozott létre, az egy mai napig működő szervezet, és ez egy nemzetközi szervezet egyébként, tehát nem csak Magyarországon működnek. Tehát az a szociális munkára irányuló törekvés, amit ő ebben a társaságban megkezdett, az egyébként most már jövőre lesz 100 éve, hogy fennáll ez a társaság. Tehát például ez egy nagyon maradandó alkotása, ő évtizedekig nem csak létrehozta, hanem évtizedekig vezette is ezt a társaságot. És emellett pedig azt gondolom, hogy az a morális tartás, amit ő mutatott, akár milyen időszakról beszélünk, tehát például az, hogy a kommunista diktatúra kiépüléseinek az idején ő felemelte a szavát, akár hogyha azt nézzük, hogy a németek kitelepítése ellen és a kollektív bűnösség elve ellen, akár az egyházi iskolák államosítása ellen, amikor ő volt az egyetlen, aki a himnusz eléneklésekor, miután a törvényt megszavazták a parlamentben, nem állt fel és nem énekelte ezt, mert úgy gondolta, hogy ehhez nem illő, hogyha egy ilyen törvény megszavazása után azt mondani, hogy Isten áld meg a magyart. Nagyon mélyen érintett, hogy azok kezdik énekelni az Isten áld meg a magyart, akik éppen most fosztották meg az ifjúságot Istentől. Tehát le kellett volna térdelnem, és azt a zsoltárt imádkoznom, hogy hogyan énekelhetnénk az Úr énekét idegen földön. Nagyon sok olyan akciója volt, nagyon sok olyan szimbolikus gesztusa is volt, ami azt gondolom, hogy lehet, hogy rövid időtávon nézve nem volt eredménye, mert ettől még a kommunista diktatúra kiépült. De az, hogy voltak emberek, akiknek volt morális tartása, mertek bátrak lenni, merték felemelni a hangjukat. Gondoljunk arra, hogy mikor megtudta azt, hogy a szlovákiai zsidóság deportálását készítik elő, akkor ő kiárta azt, hogy a Szentatya Rómában fogadja őt, és nála tiltakozott ez ellen, és időlegesen meg tudta akadályozni azt, hogy a szlovákiai zsidóságot deportálják. Védettjeink leginkább szegény, kis, névtelen emberek voltak, kiket sorsuk teljesen kiszolgáltatott a féktelen üldözésnek. Mi nem válogattuk az embereket. Aki oltalmat kért, vagy ki tudtuk hozni a gettóból, azt megoltalmaztuk. Tudhatták, hogy zsidókat rejteget és ment. Hogy lehetett ez túlélni? Ebben embereket megöltek? Ebben embereket megöltek, köztük például Salkaházi Sárát is, aki szintén a Szociális Testvérek Társaságához csatlakozott, és ő is a Tököli úton, ahol a rendházzal volt a társaságnak, ott tartózkodott, és onnan vitték el. Tehát ez egy hatalmas kockázat volt, és itt ez emberáldozatokat vagy életeket követelt ez a fajta kockázatvállalás. És ami nagyon érdekes szerintem, hogy ő senkit nem kötelezett a rendtársai közül arra, hogy segítsen ebben a tevékenységben, mégis mindenki egy emberként segítette a zsidókat, és mindenki egyetértett azzal, hogy Margit testvér az üldözöttekért bármit megtett ekkoriban, bárkivel együttműködött, tehát világnézettől függetlenül szociáldemokratákkal is együttműködött például annak érdekében, hogy zsidókon segítsenek. Úgyhogy ez egy hatalmas kockázat volt, nagyon sokat köszönhetünk neki, több mint 1000 embert bújtattak ebben a vészterhes időszakban, és itt az egész rend, vagy az egész Szociális Testvérek Társasága azt gondolom, hogy nagyon példamutatóan vizsgázott ebben az időszakban. Itt a képeken, hogyha az ember végignéz, akkor állandóan mosolyog, vagy valami derű, nem is mosoly, inkább derű van az arcán. Ez mitől lehet ön szerint?
attól, hogy meg volt békülve magával, hogy megtalálta azt a hivatást, amit ő magának gondolt, amiben ő megtalálta azt, amivel a legtöbbet tehet másokért. Ő mindig másokra figyelt, ő mindig másokon akart segíteni, ő mindig szolgálni akarta a többieket. És ezt az élet hivatást ő megtalálta, ehhez hű maradt, és ezt betöltötte az ő életét. Miért nem merte őt bántani a kommunista rendszer, pedig 49-ben már tehette volna? Szimbólum volt, mert tudták, hogy ha vértanút csinálnak belőle, akkor sokkal nagyobbra nő, mint így. Uh-huh. Úgy gondolták, hogyha emigrációba kényszerítik, akkor majd azt hazudnak róla, amit akarnak, így is csinálták. Ha meggyilkolták volna, akkor onnantól kezdve az ő legendája olyan nagyra nőtt volna, amiből nem lett volna nekik előnyük. Így hazudtak róla 40 éven keresztül. 1958-ban a belügyminisztérium hírhet 3x3-as osztálya kiselejtezte a Slagta Margitról addig gyűjtött iratokat. Az Egyesült Államokban élő politikai ellenfél már nem volt veszélyes az épülő szocializmusra. Feledésbe merülő alakjából az elmúlt évtizedekben csupán egy szélsőségesen reakciós, bigott apáca mesterséges képe élt. Slagta Margit, nemzetgyűlési képviselő, a Szociális Nővérek főnöknője. Állandó kapcsolatban van Dietrichel, annak titkárján Spányin keresztül. Közvetít Mindszenti és az amerikaiak között. Továbbá amerikai katolikus magyarság és az itteni egyház között. Orosz ellenes beállítottságú. Volt olyan, amikor ő a szélén volt annak, hogy feladja, amikor elkeseredett, amikor talán lehetetlennek és kilátástalannak láthatta a helyzetet? Hát egy dolog jut eszembe. Ez nem a munkája, hanem amikor 51-ben szeretett volna visszajönni Magyarországra Bécsből, és erre nem volt lehetősége. A testvérek sem tanácsolták neki, sem itt Magyarországon, sem az Egyesült Államokban. Akkorról ismerek én egy olyan levelét, amiben azt írja, hogy tudom, hogy jót akartok nekem, mégis megkísért az a gondolat, hogy magatokat féltitek. Uh-huh. És aztán váltott, hogy persze, hát tudom, hogy nem, és akkor... Tehát ez volt egy ilyen nehéz időszak, hogy akkor az ő szeretett hazájától, a nagyon fontosnak tartott munkájától ilyen módon távol kerül, természetesen Kanadában és az Egyesült Államokban, meg Kubában, sőt, akkor még Kínában is éltek testvérek, de ez egy nagyon nehéz szituáció volt számára. Ti tudjátok a legjobban, hogy a hazát itt hagyni nem akartam és nem akarom, de a kötelesség visz és hoz vissza. 2021. december 7-én volt az újra temetése. Ez miért fontos a kollektív történettudatunkban? Fontos, hogy Slagta Margit visszakerüljön a tudatunkba, hogy megismerjük őt, hogy beszéljünk róla, hogy egy büszkeségponttá váljon, hiszen ő volt az első magyar női képviselő, aki példamutató életet élt egész életében, a nemzeti közösségünket szolgálta, és mindazok, akik az ő példáját követve közéleti felelősséggel lépnek fel, közéleti szerepet vállalnak, nyugodtan tekinthetnek rá, hiszen van mire büszkének lenni, egy olyan hölgy lett Magyarországon először képviselő, aki egész életében bátor volt, egész életében kiállt az embertársai mellett, és aki egész életében a szeretet és a keresztény hit vezérelt. Slagta Margit életében felvillantak olyan fények is, amelyek csak igazi szentek útját szokták kísérni. A
ajánlom önöknek a Magyar Krónika folyóirat életút rovatát.